A Darányi Ignác terv keretében lezárult a történeti ökológiai turisztikai program a Gerecse Naturpark ölelésében, Séta utcai ruhában a középkorban című projekt. A projekt célja a Gerecse Naturpark helyi adottságaira építve a speciális turisztikai fejlesztés megvalósítása. A program egy a 15. században itt működő önellátó falu életébe szeretné kalauzolni az érdeklődőket. A program mintájául szolgáló középkori települést dr. Petényi Sándor, a Kúni Domokos Múzeum régésze tárta fel. Itt 3 kilométerre, 20 évvel ezelőtt feltártak egy középkori falut, ami mintája a mai életnek, önfenntartó volt, 300 éven keresztül 100 lélek lakott benne, teljesen ellátták magukat, zarándokokkal voltak kapcsolatba, és valami fantasztikus gazdagságot teremtettek a török, ezért ölte meg aztán őket a 16. században. Petényi doktornál kezdhetjük, aki 20 évig ásott Bajőre-Kovácshegyen, a várnál, ahol egy állandó kiállítás van, a 2 éve. De mi már 10 éve azon mesterkedünk, hogy ezt a programot bemutassuk. Felépült a középkori fogadó, épül az Árpád-kori körtemplom, és most egy tímártelep részletet építettünk föl, és mindezt belefoglaltuk az összes programunkba, aminek az a címe, hogy Séta utcai ruhában a középkorban. Tehát az embereknek a múltunkról mesélünk, hiszen múltunk nélkül nincs jelenünk. Az Ökofalu hétvégenként a családokat, baráti közösségeket várja. A szorgalmi időszakban pedig a programmal a diákok az osztálykirándulások és az erdei iskolák keretében találkozhatnak. Ugyan hivatalosan a tanterben nem biztos, hogy pontosan beilleszthető szerepel ez az ökoprogram. Bár ugye itt ugye állatokat is tartanak, növényeket is termesztenek, gyógynövényeket is gyűjtenek, tehát kapcsolódik azért a szakmánkhoz. Elsősorban mégis azért hozzuk ide a gyerekeket, mert az oktatásnak nem csak az a része, hogy a tételes tárgyi tudásukat növeljük, a szakmai is képességeiket növeljük, hanem az is, hogy a szemléletüket formáljuk. És véleményem szerint elsősorban a szemlélet formálás miatt, hogy egy kicsit más szemlélettel végezzék a saját szakmájukat, a gazdálkodást, a saját munkájukat, vagy a sütőiparosok egy kicsit más szemlélettel végezzék mondjuk a kenyérsütést, ahol szükség van arra, hogy a látást mondjuk a tágítsuk, és bemutassuk azt, hogy így is lehet, természetközeli módon is lehet. Úgyhogy a jövő értékeit megőrizzük, úgy is lehet ezeket a foglalkozásokat üzni.